Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, meglepő módon ma reggel, amikor a gyülekezeti óránk elkezdődött, akkor az én testvérem azt az igét kezdte olvasni, amiről én fogok ma szólni. Mondom, Robi, honnan tudta azt, hogy mivel fogom kezdeni az üzenetet, amit Isten reám bízott a mai napra, de úgy látszik, hogy a Szent Szellem sokszor tesz ilyen jó dolgot, amikor már előre felolvassuk az igét, és meghirdetjük, hogy Isten milyen csodálatos dolgot fog tenni, vagy cselekszik közöttük. A testvérem, ha emlékeztek, arról olvasott, hogy Salamon felépítette a templomot, és Salamon csodálatos módon fölavatta, fölszentelte a templomot, gondolom, hogy hetekig készültek, hónapokig készültek, évekig készültek rá, az énekesek tanulták az énekeket, gyakoroltak, és mi történt, hogy olvassuk az igében, és amikor Salamon befejezte az imádságot, a mennyből tűz szállt le az oltárra, és teljesen elégette az égő áldozatokat és a véres áldozatokat, az örökkévaló dicsőségét pedig betöltötte a templomot. A papok nem tudtak bemenni az örökkévaló Isten templomába, mert az örökkévaló Isten dicsősége betöltötte azt. Dicsőség ezért Istennek. Lényegében elmaradt a nagy ceremónia, mert Isten bement a templomba. Ugyanígy van ez, hogyha valaki újjászületik, akkor Isten Jézus Krisztus személyében beköltözik az életébe. Amen. És lényegében egy ünnep van, de mégis, most magamról beszélek, mégis én úgy éltem ezt meg annak idején, hogy az én lelkem, az én testem, az én egész lényem megrázkódott, mert valaki birtokba vette azt, és megkezdődött egy nagy takarítás. Megkezdődött egy nagy átalakítás, egy nagy restauráció, ami örömmel is, meg sokszor nehézségekkel is jár, ahogy Isten kezdte átformálni az életemet, és átalakította. De ez így helyes. És hogyha van, aki elég sokat imádkozik, érted, és értem, az édesanyám rengeteget imádkozott, akkor ez nem fog befejeződni, még élsz. Egész életedben. Szülők, kérlek titeket, anyák napja van, kezdjetek el imádkozni azokért a gyermekeitekért, akiket oda szántatok az Úrnak akkor, amikor megszülettek. Akkor fölemeltetek, hogy az Úrnak legyen szentelve, hogy Isten töltse be, és ha végig kitartóan imádkoztok, akkor Isten véghez fogja vinni, mert ő nem kézzel csinált templomban lakik, mint hogy az ige mondja. Tehát aztán azt olvassuk, hogy amikor ez megtörtént, azután a király, a 2. Krónika 7. részben vagyok, a 4. vers így szól, és ebből a gyermek Bibliából olvasom, mert nagyon tetszik és nagyszerű, így hangzik. Ezután a király, tehát a 2. Krónika 7. rész 4. vers, ezután a király és az egész nép áldozatot mutatott be az örökkévalónak. És most figyeljetek a számokra. A király 22 000 bikát és 120 000 juhot áldozott föl. Előbb azt néztem, nem a nullák, nem rosszul vannak itt írva. Hát 22 is elég lenne, de 22 000 bikát és 120 000 juhot áldozott föl. Azon gondolkodtam itt, amikor készültem erre a szolgálatra, hogy van ma Magyarországon 22 000 bika borjú? Nincs. Biztos, hogy nincs. Összesen. 120 000 juh, az még talán van. Talán van annyi ebben az országban. Azt kérdezheted, hát mire való ez? Hát mire jó ez? Ószövetségben vagyunk. Olvasom tovább az igét. A 7. résznek
A 14. verse így hangzik. Így hát Salamon befejezte az örökkévaló Isten temploma és a királyi palota felépítését, és mindezeknek a teljes berendezését sikeresen véghez vitte mindazt, amit elgondolt. Ezután az örökkévaló Isten éjjel megjelent Salamonnak, és ezt mondta neki. Meghallgattam az imádságodat, és teljesítem a kérésedet. Kiválasztottam magamnak ezt a helyet, hogy az áldozat háza legyen. Mit mondott Isten? Hogy az áldozat háza legyen. És ekkor megértettem, hogy miért kellett ennyi állatnak meghalnia. Az állatok vére, a bakok vére, a bikák vére, a juhok vére betakarta Izrael gyermekeit, Izrael fiait és leányait, és az ő vétküket takarta be, hogy Isten a vérben keresztül ne lássa, mert így rendelkezett, ne lássa a bűneiket és a vétkeiket, hogy üdvözíteni tudja őket. Ószövetségben vagyunk. Dicsőség ezért Isten. A Krónikák könyvében, itt ezen a helyen, még egyszer, Isten kiválasztotta a templomot, hogy az áldozat háza legyen. És ez így folyt egészen Salamon felszentelő imájától kezdve, egészen még az Úr Jézus korában is végezték az áldozatot. Egészen addig, már egy megszokásból, később, amikor az időszámításunk után 70-ben Titus császár teljesen lerombolta a templomot, és megszűnt az áldozás napja, az áldozás ideje. Tehát az Úr választotta ki, és a 15. versben, a 7. rész 15. versében így olvasom. Mostantól kezdve figyelek erre a helyre, meghallgatom az imádságokat, amelyeket a hely fölé fordulva mondanak. És most kérem szépen az első képet tegyétek ki, fogok kitenni most, kivetíteni egy képet a templomról. Tehát azt mondja az ige, mostantól kezdve figyelek erre a helyre, meghallgatom az imádságokat, amelyeket a hely felé fordulva mondanak, mert kiválasztottam, és a magam számára elkülönítettem ezt a házat, hogy nevem örökre itt maradjon, itt lesz a tekintetem, és a szívem mindig. Halleluja! Nem ezt, hanem ezt. Kedves gyülekezet, ez a templom. Ez a templom tér, és ez pedig maga a templom. És ez a rész, amit itt láttok, ez a szentek szentje, amely egészen a nép bejöhetett a templom téren, végezte az áldozat előkészítését, ezekben az oszlop csarnokokban imádkozott, itt beszél Jézusról is, hogy egy oszlop csarnokban megállt az oszlopnál, és figyelte az adakozást, és itt ezen a kapun mentek be, és itt imádkoztak, áldoztak, a léviták előkészítették az áldozatot, és itt benn, ezen a területen végezték el az áldozatot, és a pap, a főpap pedig évente egyszer mehetett be ide, a szentek szentjébe, amikor magára vette a nép bűneit, és bevitte a Kárpiton túli területre, hogy Isten megbocsássa nékik az ő vétkeiket. Hadd maradjon ez a kép itt, és olvasom tovább. Te pedig Salamon, ezt mondja neki Isten, ha állandóan jelenlétemben élsz, mint ahogy apád, Dávid élt, és ha véghez viszed mindazt, amit parancsoltam neked, és ha rendeléseimet és törvényeimet megtartod, akkor megerősítem és állandóvá teszem a te királyságodat, akkor aszerint bánok veled, ahogy szövetséget kötöttem apáddal, Dáviddal, amikor megígértem neki, mindörökké valamelyik
férfi leszármazottat fog Izrael trónján ülni, mint király. Ugye ismerjük és tudjuk Dávidnak az életét, de Salamonét, és tudjuk azt, hogy Salamon élete végén az asszonyoknak adta a testét és a lelkét és a szellemét, és elvesztette Istennek a vele való szövetségét, és megszűnt ez hosszú évtizedekig, századokig. Salamon király utódjai ültek a trónon, de mint földi királyság egyszer megszűnt. De tudjuk azt, hogy Dávid utódjából származik a királyok királya, akit Jézusnak hívnak, akit Jézusnak ismerünk mi, az Úr Jézus Krisztus a neve, a Mesiás a héber neve, a görög neve pedig Krisztus. Dicsőség ezért Istennek. Tehát ebben a templomban azt mondjátok, hogy nem ez a templom, igaz, ez a templom a Herodes által fölépített templom. Tehát ezen a templomhegyen, ez a templomhegy, ez egy makett, amit most láttok, ez a Jeruzsálemi Múzeumban fotóztam én magam, ez 1:8 méretben van, ami 1 méter, az 8 méter az életben. Ez a rész, amit itt láttok, itt ez körülbelül olyan 2,5 méter magas, 3 méter magas ez a rész, a belső templomot, ez a külső pitvaros rész vette körül, és csak itt lehetett bemenni. Tehát visszatérve, az eredeti, amit Salamon épített is hasonló ehhez, mert annak a mintájára építette újra Herodes a templomot. Miért? Azért építette, mert az van írva az igébe, eljön a királyok királya, és be fog menni az ő templomába. Dicsőség ezért az Úrnak, a profécia beteljesedett, a teljes szépségébe kellett, hogy a templom fönnálljon, és a kárpit ketté szakadjon. Tehát abban az időben, amikor Jézus élt és járt, a templom a teljes szépségében volt. A teljes szépségében. És minden a helyén volt. Isten küldött egy király, aki nem is zsidó volt, hanem edomita volt, csak félig volt zsidó, de a rómaiak tették oda, volt pénze, és megépítette ezt a templomot, a templomhegyet. Dicsőség ezért Istennek, mert a proféciáknak be kellett teljesedni. Ma szeretném, ha egy kicsit odafigyelnétek a szavaimra, mert nagyon sok proféciát fogok kimondani, amelyek beteljesedtek, vagy hamarosan be fognak teljesedni. És ugye itt van egy csodálatos ige, ami 2 héttel ezelőtt volt az üzenetünk, Szabó Róbert testvérünk hozta, amely így hangzik, az én népem, amely az én nevemet viseli, megalázza magát, imádkozik, keresi az arcomat, elhagyja a gonoszságait, és visszatér hozzám, akkor majd én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és meggyógyítom a földjeiket. Tehát meggyógyítja Isten a földünket, ha mi visszafordulunk ő hozzá. Dicsőség ezért Istennek. De mit mond az Úr? Azt mondja Salamonnak álmában a 19. verstől, akinek a Biblia a kezébe van, az nézze és olvassa velem együtt. A 7. rész 19. vers. De ha elfordultok tőlem, és ha nem engedelmeskedtek rendeléseimnek és parancsainknak, hanem más isteneket imádtok és szolgáltok, akkor gyökerestől kitéplek titeket a földemből, amelyet nektek adtam, és elfordulok ettől a háztól, amelyet nevem számára kiválasztottam, és elkülönítettem, és nem törődök vele, sőt, példabeszéddé és szólásmondássá teszem a többi népek között. Bizony akkor ez a ház, amelyet egykor ott oly felséges volt, megdöbbentő lesz mindenki számára, aki elmegy mellette, álmulva fogják kérdezni, miért bánt így az örökkévaló Isten e földdel és ezzel a házzal? És ezt fogják válaszolni. Azért, mert ez a nép elhagyta az örökkévaló Istent, atyáik Istenét,
aki kihozta őket Egyiptomból. Azért, mert más istenekhez ragaszkodtak. Azokat imádták és szolgálták. Ezért hozta rájuk az örökkévaló Isten mindezt, a pusztítást és ezt a nagy bajt. Amen. Tehát amikor akár fiatal vagy akár idős, figyeld meg ezeket az igéket, amit most olvastam, mert ezek az igék beteljesedtek. Beteljesedtek. Jézus Krisztus időszámításunk után, vagyis Krisztus után, 70-ben Titus császár eljött és visszajött. Ugye Jézus proféciája, hogy Máté 24-ben van leírva, hogy aki a házban van, vagy a ház tetején van, amikor jön a nagy veszedelem Jeruzsálemre, ne szálljon le a háznak a pincéjébe, hogy onnan valamit fölhozzon, hanem meneküljön a hegyekbe. Aki a hegyekbe van, ne jöjjön vissza. Akinek a rokona ott van a házban, ne szaladjon vissza, hanem meneküljön a hegyekbe. És imádkozzatok, hogy ez a futásatok ne télen legyen, mert jaj az terhes asszonyoknak és a szoptatós asszonyoknak, mert a gyermekeiket nem tudják megmenteni. Tudjuk azt, hogy Titus császár körülvette Jeruzsálemet, és kezdte kiéheztetni. A kőfalon senki sebe nem lehetett menni, és több mint 3,5 hónapig éheztette Jeruzsálemet, és már az éhség miatt anyák megették a gyermekeiket. Már a kannibalizmus volt. És egyszer csak hirtelen jött valami, kapott egy hírt a Titus, ekkor még csak helytartó volt, és azt kapta, hogy meghalt a császár, vissza kell mennie Rómába császárválasztásra. És azonnal elvonult Jeruzsálem falai körül, mögül, és azonnal visszament Rómába, és ez a Jézus Krisztusi profécia, mert amikor megválasztották néhány hónap múlva a császárt, őt választották meg, az első dolga volt, hajóra ült, visszajött és leromolta Jeruzsálemet. Tehát akik ott maradtak és azt mondták, vége van a veszedelemnek, azok és nem menekültek el a hegyekbe, nem hagyták el Jeruzsálemet, azt mind megölte. A jeruzsálemi templomba menekültek, be ebbe a templomba, és rengeteg fa volt ebbe a templomba, cédrusra, és ott aranyjal volt bevonva, és itt kövek voltak a területen, olyan kövek, mi úgy nevezzük, hogy nagyméretű macskakövek, és annyira égett a jeruzsálemi templom és minden, hogy a kövek megolvadt az arany, és a kövek közzé befolyt. És a katonák, amikor megszűnt a tűz, akkor a köveket felszedték, mert a fugákban ott volt benne az arany. Ez is egy profécia, hogy Jeruzsálem köveit felszedik a templomhegyen. Miért senki nem lett volna buta, hogy felszedje a követ, hogy egy profécia beteljesedjen, de arany volt a fugák között. Ezért felszedték a katonák a templom köveit, hogy kiszedjék az aranyat. A több tonna aranyjal volt beborítva ez a jeruzsálemi templom. És felszedték az aranyat, így teljesedett be a profécia. Megszűnt a templom, megszűnt az áldozás. És hogy olvassuk? Azt mondja az ige, hogy ámulva fogják kérdezni, miért bánt így az örökkévaló a földdel, és ezzel a házzal. És ezt fogják válaszolni. Azért, mert ez a nép elhagyta az örökkévalót, atyáik istenét, aki kihozta őket Egyiptomból. Azért, mert más istenekhez ragaszkodtak. Azokat imádták és szolgálták. Azért hozta rájuk az örökkévaló mindezt, a pusztítást és bajt. Köszönöm, hogy Robi megemlítette. Ma szeretnék én is megemlékezni a zsidó világkongresszusról. Cionista világkongresszus van, kezdődik most hétfőn, vagy ma, nem tudom, vagy holnap kezdődik Magyarországon, 4 napig fog tartani. Ezek azok a zsidó emberek, akik annak idején itt Jeruzsálemben laktak, ez a Jeruzsálem óvárosa, Jeruzsálemben laktak, azoknak a zsidó embereknek a leszármazottai,
az egész világon szétszórattottak. Az egész világon. Itt élnek közöttünk is, Magyarországon is. Magyarországon él Európában a legtöbb zsidó ember. Magyarországon él a zsidó embereknek, a zsidó értelmiségnek, európai zsidó értelmiségnek a 30%-a. Ezek nyilvános adatok, bárki utána tud nézni. Az a zsidó világkongresszus, ami most kezdődik, ez a negyedik cionista világkongresszus. Az első volt 1898-ban, május hónapban. Ezen a zsidó, első zsidó világkongresszuson az elnöklő Herz Tivadar, egy magyar származású zsidó ember, Herz Tivadar, aki egy látnok volt, egy profétai szót mondott ki. A profétai szó így hangzott: a zsidóknak újra országot kell építeni. És az első zsidó világkongresszuson, amely Bázelben volt, 1898 májusában, azt mondták a zsidók: lehetetlen. Semmi remény. És Herz Tivadarnak a naplójában van egy bejegyzés 1898. május 14-én, amely így hangzik, föl is írtam ide magamnak, ha megtalálom, ha nem, akkor itt van, igen. Idézem: ha akarjátok, nem állok. Még egyszer: ha akarjátok, nem állok. Ez volt a följegyzés. Ezt mondta el a zsidó embereknek: ha akarjátok, nem állok. 50 év múlva, 1948, remélem jól mondom a dátumot, május 14-én, jó, ugye? Május 14-én, ugyanazon a napon, amikor neki be van jegyezve a naptárába, a naptárában ugyanazon a napon kikiáltották a zsidó állam függetlenségét és megalakulását. Értitek? Ha akarjátok, nem állok. Igen ám, de mit mond az írás? A Biblia mindig meghatározó. És szeretném, ha egy kicsit visszamennénk ebben. A zsidó nép elhagyta Istenét. Elhagyta Istent, szétszóratott az egész világban, és a 20. században Isten megkezdte őket összegyűjteni. A 20. században és 21. században hívja haza őket, újra és újra haza. Hívja haza. És ha okosak vagyunk, és bölcsek vagyunk, és szeretném a szívetekre tenni, akkor megfigyelitek azt, hogy Isten órája Jeruzsálem. Izrael földje, inkább így mondom, Isten órája Izrael földje, és Isten órájának az a fölhúzó rugója, ami körül morzog egy óra, a fogaskeréknek a pontja pedig Jeruzsálem. Tehát ami történik Jeruzsálemben, az Istennek az órája. Nagyon érdemes odafigyelni, és nagyon érdemes rátekinteni. És érdemes megnézni, hogy mit mond Isten. Mit mond? Jeremiás proféta Jézus előtt kb. 700 évvel élt és profétált. A Jeremiás proféta 16. részében van egy profécia, amit szeretnék felolvasni nektek. Jeremiás proféta 16. részének 14. verse így szól, és ez nagyon-nagyon érdekes profécia, amely lényegében a 20. században és a 21. században valósul teljesedve. Így szól az örökkévaló Isten: bizony eljön az idő, amikor szavatokat már nem azzal fogjátok megerősíteni. Ez olyan biztos, mint ahogy él az örökkévaló Isten, aki kihozta Egyiptomból Izrael népét, hanem inkább ezt fogjátok mondani. Ez olyan biztos, mint ahogy él az örökkévaló Isten, aki kihozta Izrael népét az északi földről, és mindazokból az országokból, ahová szétszórta őket,
mert én valóban visszaviszem őket a földjükre, amelyeket őseiknek adtam, előbb sok halászt küldök értük, mondja az örökkivaló, hogy kihalásszák őket, azután sok vadászt küldök utánuk, hogy űzzék őket minden hegyről és halomról, még a sziklák hasadékaiból is. Szemmel tartom ők minden lépésüket, nem rejtőzhetnek el előlem, és bűneiket sem rejthetik el előlem. Előbb azonban kétszeresen megbüntetem őket bűneikért és vétkeikért, mivel földemet tisztátalanná tették, birtokomat bemocskolták gyalázatos bálványaikkal. Örökkévaló Isten, te vagy erő, erős váram, menedékem a veszedelem idején. Bizony, még a nemzetek is hozzád jönnek, Uram, a föld minden tájáról, és ezt mondják. Őseink hamis isteneket örököltek, hazug és tehetetlen bálványokat, akik nem tudnak rajtunk segíteni. Csinálhat-e valaki isteneket magának, hiszen azok egyáltalán nem istenek? Ezt mondja az örökkévaló. Most már megismerhetem magamat velük, végre megmutatom nekik erőmet és hatalmamat. Megtudják, hogy az örökkévaló az én nevem. Halleluja! Kedves gyülekezet, 2000 év óta történik ez. 2000 év óta Isten az Izrael istene, aki mi a zsidókon keresztül ismertük meg, ő Jahve Isten, zsidókon keresztül kaptuk, 2000 éve, 2100. évben megyünk be, ismerteti meg magát velük. Soha ne felejtsük el, mi a zsidóktól mit kaptunk? Először is kaptuk Istent, az ő nevét, a Jahve Isten nevét. A második, amit kaptunk, a Bibliát. A Bibliát kaptunk. A harmadik, amit kaptunk, Jézus. Jézus Krisztus zsidó volt. Nagyon vigyázz, amikor egy zsidóra gondolsz. Szeresd, tiszteld. Lehet, hogy azt mondod, nem való tiszteletre. Valaki felsorolt nekem, vagy 20 Nobel-díjast, akik óriási tettek az egész világért. Mondom neki, oké, rendben van, ez igaz, de tett hozzá még Lenint, Marxot, Engelszt, Rákosit, Kumbélát. Rám nézett, és azt mondta, ezek mind zsidók voltak? Mondom, igen. Kádár János félig zsidó volt. Sztalin, aki félig zsidó volt. Mit mond az ige? Ha az én népem elhagy engem, akkor átokká lesz azon a földön. Ha velem van, áldássá lesz. Ne felejtsétek el, soha, de soha ne legyen emiatt harag, indulat a szívetekben. Mert azt mondja Isten, Izrael mindörökké az én elsőszülött fiam. Mindörökké. De senki sem üdvözülhet, egyetlen zsidó se Jézus nélkül. Jézus nélkül. Aztán mit kaptunk még? Jézust, a Mesiást, aki a Krisztus, aki bűneink bocsánatát, aki által a bűneink bocsánatát, és vele örök életet kaptunk. Amikor Jézus a Golgotán, illetve az Olajfák hegyén volt, az Olajfák hegyén, úgy olvassuk az igében, a görögben van egy érdekes szó, hogy bűnné tette. Ez a görögben azt is jelenti, hogy lefette, beborította a bűnnel. Figyeljetek egy picit. Tehát ez a görög szó nem csak azt jelenti, hogy bűnné változtatta Isten Jézust, hanem azt is jelenti ez a szó, hogy befette úgy bűnnel, hogy nem látott, hogy mi van alatta. Tehát Jézus személye és az Atya személye között ott volt a bűn. Miért van ennek nagy jelentősége? Mert abban a pillanatban, amikor valaki újjászületik, és megbánja az ő bűneit, és elhagyja azokat,
akkor az Atya befed minket. Ugyanaz a szóval. Befed minket Jézus Krisztussal, az ő vérében. És az Atya nem látja, tudatosan nem látja a mi vétkeinket és a bűneinket. Mennyi titok van az igében, és mennyi titok van a szavakban. Tehát szeretném a szívetekre tenni ezt, ezeket az igéket. Most kezdődik a negyedik zsidó világ kongresszus Magyarországon. Kezdtem gondolkodni. Mit jelenthet ez neki? Magyarországnak. Ez lehet egy csapda. Lehet egy csapda. Vajon hogyan fognak viszonyulni a magyar emberek, hogy ide jön Magyarországra a zsidó világ elitje? Vajon hogy fognak tiltakozni? Vajon hogy fognak beszélni? Vajon fölemelik-e a szavukat az antiszemitizmus ellen? Föl kell emeljük a szavunkat. Lehet egy csapda? De lehet egy hatalmas áldás is. Lehet egy áldás is. Miért jövünk ide? Mert itt érezzük legjobban magunkat. Mert itt van a legtöbb olyan zsidó ember, aki értelmiségi. Körülbelül 30%-a biztos magyarul beszél a kongresszusnak. Legalább 30%-a. De mit mond, mit hoz ez Magyarországnak? Miniszterelnökünk föl fog szólalni. Adja Jóisten, és áldja meg őt, hogy olyan beszédje legyen, amely alkalmas arra, hogy a nemzet áldást nyerjen az Istentől. Gondoljátok ezt végig. A magyar miniszterelnök a zsidó világ kongresszuson fog beszédet mondani. Áldást vagy átkot fogunk nyerni rajta keresztül. Tehát a másik dolog, néhány héttel ezelőtt, vagy két héttel ezelőtt volt a holokauszt napja. Igen. Az életmenete, holokauszt, stb. Nagyon jogosan és nagyon bölcsen a miniszterelnök betiltotta Agygázt című rendezvényt. Ugye? Senkinek nem lehet megtiltani, hogy gondolkodik az ő bencsejében. De meg lehet tiltani bizonyos dolgokat, ellene lehet menni. Ki lehet nyilvánítani, hogy bűn. A probléma nem itt van, hanem a probléma ott van a gondolkodásban. A gondolkodásban, hogy 6 millió zsidó ember pusztult el, akiket megégettek. A holokauszt magyarul azt jelenti, hogy égő áldozat. Hogy elégetett áldozat. Ez egy latin szó, azt jelenti, hogy elégetett áldozat. Igen ám, de nem csak 6 millió zsidót embert égettek el, hanem közel 800 ezer cigány embert is. És aztán holokausznak hívják a zsidót. Hanem csak pusztításnak. Itt a nagy baj. Tehát itt a probléma, hogy nem ugyanazzal a mércével mérnek. Tehát azokat csak megölték. Tehát a mi feladatunk, hívő embereknek a feladata az, hogy most különösen Magyarországnak, és nem, Isten nem véletlenül helyezte Robinak a szívére, az én szívemre ugyanazt, hogy arról beszéljünk, hogy mennyire fontos események jönnek, történelem meghatározó döntések fognak születni az elkövetkezendő 4 napon keresztül Magyarországon. Magyarországon van a zsidóság legnagyobb egyeteme, Európa legnagyobb zsidó egyeteme. Magyarországon van Európa legnagyobb zsinagógája. Tehát Magyarországon él a 30%-a az európai zsidó értelmiségnek. Tehát nagyon fontos, hogy odafigyeljünk mindezekre,
hogy imádkozunk azért, hogy Isten szerinti döntések szülessenek. És Isten szerinti megnyilvánulások legyenek az országban. És ne jelenjenek meg olyan dolgok, amelyeket ha kimondanak egyes, meg nem gondolt emberek, akkor ez az egész nemzetnek a kárára legyen. Mert lehet a nemzetnek az áldására, és lehet a kárára, az átkára. Tehát ez a mi imáinknak egy nagyon-nagyon fontos eredménye lesz, hogyha mi odaállunk Isten elé ebben a dologban. Miért mondtam el ezt nektek? Egy nemzetnek két vezetése van. Van egy világi vezetése, aminek a feje a miniszterelnök, és van egy vezetés a gyülekezet, akik ti vagytok, akik mi vagyunk, akik imádkoznak, akik harcolnak, akik odaállnak Isten elé, akik tusakodnak, akik megáldják az embereket, akik megáldják a zsidó embereket. Azt mondod, de hát Isten halászokat küld értük. Menjünk csak vissza egy pillanatra a Jeremiás ígéhez. Ez a Jeremiás ige nem is olyan egyszerű, a 16. résznek a 16. verse így hangzik. Én valóban visszaviszem őket a földjükre, amelyet őseiknek adtam. Előbb sok halászt küldök értük, mondja az örökké való, hogy kihalásszák őket, azután sok vadászt küldök utánuk, hogy űzzék őket minden hegyről, halomról, még a sziklák hasadékából is. Szemmel tartom minden lépéseiket, nem rejtőzhetnek el előlem, bűneiket sem rejthetik el előlem. Hát az Úr Magyarországra mondaná ezt, akkor én nem lennék valami nyugodt. Nem lennék egyáltalán nyugodt, és remegne a térdem. Ha ezt mondaná az Úr, hogy halászokat küldtem értük, amit tudtam, kihaláztam, de mivel nem jöttek, vadászokat küldök értük. És levadászom őket. Hol kapunk erre választ? Menjünk egy kicsit az Új Szövetségbe, és az Új Szövetségnek a 2. Krónika, vagy a korintusi részéhez menjünk. 2. Korintusból az 5. rész 11. versét olvasunk. Így hangzik. Pál azt mondja. Pál apostol zsidó ember volt. Tehát most egy kicsit kierősítem és sarkítom ezeket a dolgokat. Remélem, hogy ha ez rákerül az internetre, senki nem fog fejbe kólítani miatta. De most olyan szavak fognak, meg hangzottak el eddig is, amelyek a Bibliában minden szava megáll, és valamikor valakinek valahol ki kell mondani. Azt mondja az ige, a 2. Korintusi levél 5. rész 11. vers. Mi tudjuk, mit jelent az Urat tisztelni és félni. Testvéreim, aki itt van, Isten gyermeke vagy. Te tudod, mit jelent Istent tisztelni és félni? Mit jelent Istent szolgálni? Annyira jó volt énekelni ma. Annyira megmosta és annyira átjárta Isten szelleme a szívemet. Olyan hálás voltam érte. Annyira jó volt hallani, hogy sírt a gitár. Miért? Isten szelleme vitte és vezette a hangszereket, az énekeket. Pál azt mondja, mi tudjuk, mit jelent az Urat tisztelni és félni. És ezért igyekszünk meggyőzni az embereket az igazságról,
az Isten igazságáról. Mert Isten számára teljesen nyilvánvaló, hogy mi valójában kik vagyunk. Reméljük azonban, hogy a ti számotokra is, írja Pál a Korintus fiaknak. És olvasom a 14. verset. Mert meg vagyunk győződve róla, hogyha egy ember, aki Jézus volt, meghalt mindenkiért, akkor valójában minden emberért ember meghalt ő benne. Jézus pedig azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek. Igen, ő meghalt és feltámadt, hogy az emberek életre éljenek. Szeretném olvasni tovább a 19. verset. Isten ugyanis maga volt a jelen Krisztusban, amikor kibékítette az embereket önmagával, és eltörölte a bűneinkről szóló feljegyzést, és az erről szóló üzenetet pedig reánk bízta. Mi tehát a Krisztus nagykövetei vagyunk az emberek között, és kérünk és biztatunk benneteket, mintha Isten szólna általunk. Krisztusért kérünk titeket, béküljetek ki az Istennel. A Krisztus sohasem vétkezett, de Isten őt bűnért való áldozattá tette. Azért történt ez, hogy mi pedig Krisztus áldozata által elfogadhatóvá váljunk Isten számára. Dicsőség ezért. Ez az evangélium. Ez az újszövetségi evangélium. Jézus Krisztusban. Tehát csodálatos, hogy Isten ezt az üzenetet, mondja a 19. vers, reánk bízta, mi pedig Isten nagy követei vagyunk. Ez meg a 20. versben van. És a 20. versben az van írva, hogy békülj meg az Istennel. Hogy lehet megbékülni Istennel? Hogyha azt mondja az Úr, hogy adakozz, akkor nem mondod a szívedbe, hogy nem. Ha azt mondja Isten, hogy menj el és beszélj valakivel, és imádkozz, mert beteg, akkor nem mondod azt, hogy nem megyek, mert nem érek rá. Ha azt mondja Isten, hogy gyere, kövess engem, akkor nem fordítod a fenekedet háttal neki. Amikor ránézel az órára, és a találkozás ideje van, akkor nem nyújtózkodsz még 2 órát az ágyból, hanem fölkelsz és elindulsz. Amikor azt van, hogy választanod kell, hogy elmész a moziba, vagy az Isten népe közé, akkor nem a mozit választod. És nem az internet elé ülsz le. Nem a bálványokat követed. Hanem azt jelenti, hogy őt választod, és megbékülsz az Istennel. És megváltozik az életed. És megváltozik a sorsod. És megváltozik a reménységed. És ha azt mondja Isten, hogy ne tedd tönkre a testedet a babóval, akkor nem fogsz dohányozni, mert nem fogsz levegőt kapni 5 év múlva. Azt mondja a 21. vers, az Úr Jézus Krisztus soha nem vétkezett. Dicsőség ezért Isten. Ezért tudta befedni Jézus életével a mi életünket. Ezért van nekünk örök életünk, mert Jézus bűn nélküli életét ránk terítette az Isten. Mit mond Jézus? Adtam nektek egy új nevet, az én nevemet, amelyre minden tér meghajol, minden nyelv vallja, minden betegség kimegy, minden démon elmegy. Mit mond az ördöngős? Miért jöttél ide, hogy gyötörj engem? Mert még Jézus meg kell szólalt. Csak a jelenléte volt ott. A jelenléte. Mennyiszer van az, hogy te hívő ember elmész valahova, és egyszerűen fölbojdul minden, mert betetted a lábadat. Miért? Azért, mert hordod magadban Jézus Krisztus. Azért, mert te Isten gyermeke vagy. Azért, mert te meg tudod mondani azt, hogy tudod, hogy mit jelent az, hogy tisztelni az Urat és szolgálni őt. Ha ez nem így van, ha te nagyon jól érzed magad olyan helyeken, ahol a bűn van túláradva, az nagy baj.
akkor nem vagy a helyeden. Akkor nem vagy az Isten népe. Akkor nem neveztettél el Jézus nevéről. A ötödik résznek az ötödik versében így hangzik az ige. Korintusi levél, 2. Korintusi levél, 5. rész, 5. vers. Aki pedig bennünket éppen erre készített föl maga az Isten, mert ő adta nekünk előlegbe a Szent Szellemet, aki annak a biztosítéka, hogy mindazt, amit Isten megígért, valóban meg is fogjuk kapni. Atyám, fiai, olvassátok az igét magatoknak. Olvassátok az igét úgy, hogy nekem szól. Ez az enyém, ez az én örökségem. Ebben bízom, erre állok rá. Hogy mondja az ige? Nekem adta előlegbe a Szent Szellemet, aki ő annak a biztosítéka, hogy mindazt, amit Isten megígért nekem, valóban meg is fogom kapni. Halleluja! Tudsz így bízni Istenben? Tudsz így élni benne? Tudsz így járni benne? Ha így jársz, akkor tudod, mit jelent tisztelni az Urat és félni az ő nevét. Tisztelni az Urat és félni a nevét. Akkor helyre fog jönni az életed, a házasságod. Nem azt mondtam, hogy nem lesz küzdése, de hogy nem. Még több lesz. De mit mond az Úr? Azt mondja, hogy megígérte, valóban meg is fogja tenni. Szeretném, ha átvennénk a másikat. Hogy olvastuk, ha az én népem, amely nevemről neveztetik, elhagy engem, idegen istenek után jár, akkor azt a templomot, amit az előbb mutattunk, lerombolom, elhagyom, és példabeszéddé lesz. És annak a templomnak a helyén ma egy iszlám mecset van. Azt a templomot lerombolták, széthorták, meggyalázták, és fölépítettek az arabok egy iszlám mecsetet, amit nem használnak. Tegyétek át a képekből. Távolról nézve így néz ki. Még távolabbról. Itt volt a templom. Az, amit az előbb mutattam. Ez a fal, ez a fala. Itt a templom. Tovább itt. Még. Vissza. Még. Még egyszer. Jó, köszönöm. Ezek a helyek, amit itt láttok, ezek fűcsomók. Amikor itt álltunk a feleségemmel, azt néztük. Hát, ha itt emberek járnának, akkor ezek a füvek ki lennének taposva. Nincsen kitaposva. Ezen a helyen alig fordul meg néhány száz ember. De őrzik. De a terület az övék. De a szellemi hatalmasság az övék. Ott az alahé. És őrzi az egész templom területet. Miért? Mert úgy gondolják, hogy az övék, az ő istenüké. De miért? Mert az én népem, amely nevemről neveztetett, elhagyta. Elhagyta az én nevemet. És hogy mondja az írás Jeremiásnál? És hogy mondta Salamonnak? Elfordítom arcomat. Nincs Jeruzsálembe templom. Nincs Jeruzsálembe áldozás. Mert mit mondott Jézus a samáriai asszonynak? Sem Jeruzsálemben, sem Garizim hegyén, hanem az igazi imádók, folytassátok, szellemben és igazságban imádják az Istent. Miért? Mert a te tested a Szent Szellem temploma. Mert ő adta nekünk előlegbe a Szent Szellemet, hogy annak biztosítéka, hogy mindazt, amit Isten megígért, valóban meg is fogja tartani. Proféciákat olvasom. Látjátok, a beszédemnek
A 80%-a ige. Direkt innen olvasom, nem a saját szavaimban, hogy lássátok meg, hogy Isten így rakta össze. Ma Isten szeme látja ezt. És nem tesz semmit. Mit mond Jeremiás? Azt fogjuk kérdezni, de miért? Miért? Miért nem teszel semmit? Miért van itt? Miért áll ez a templom még itt? Miért nincs felépítve? Miért? Mert Jézus nem ide vágyik. Jézus nem fog még egyszer bemenni a jeruzsálemi templomba. Jézus nem fog még egyszer bemenni arra a helyre. Nem lesz még egyszer áldozat. Mert ő megáldoztatott. Egyszer s örökre. Ő az Isten báránya. A mi zsidó atyánk fiai föl fogják építeni erre a helyre a templomot. Vidd vissza a maketre, légy szíves. Föl fogják építeni ezt a templomot. Arra a helyre, ahol láttátok. De valami fog történni. És itt megint egy profécia. Ebbe a templomba, ide, amikor elkezdik újra az áldozatok. Itt. Egy valaki fog bemenni, akit úgy hívnak, hogy az Antikrisztus. És akkor fognak rá döbbenni, hogy Jézus Krisztus a Mesiás. Menjünk vissza egy kicsit, és mindjárt meglátjuk, hogy hogy beszél erről Pál. A korintusi levélnek, a második korintusi levél harmadik rész, hetedik versét olvasom. Az idő rövidsége miatt szeretném az igét olvasni csak. Harmadik rész, hetedik verse így hangzik. A törvényt kőbe vésett betűkkel rögzítették, és a törvény halálba vezetett. Szolgálata, mármint a törvénynek a szolgálata mégis olyan dicsőséges volt, hogy Izrael népe rá sem tudott tekinteni Mózes ragyogó arcára, amelyen Isten dicsősége tükröződött. Bár ez a dicsőség hamarosan elhalványult. Egy picit itt megállt. Mózes, amikor fölment a hegyre, és átvette a kőtáblát, a 10 parancsolatot, és lejött a hegyről, és Isten jelenlétében és dicsőségében volt, az emberek nem tudtak Mózes arcára nézni. Annyira ragyogott, hanem tettek rá egy átlátszó leplet, hogy azon keresztül nézzék. Igen ám, de ez egyszer elmúlt. Ez egyszer elmúlt. Ezt mondja az írás. A 8. vers. Mennyivel dicsőségesebb hát az életadó Szent Szellemet szolgálni, mint a törvény. Ha dicsőséges dolog a törvényt szolgálni, vagyis rábizonyítani az emberekre a bűneiket, és elítélni őket, akkor sokkal dicsőségesebb az a szolgálat, amely Isten számára elfogadhatóvá teszi az embereket. Itt most megállok egy kicsit. Ha dicsőséges dolog a törvényt szolgálni, vagyis rábizonyítani az emberekre a bűneiket, és elítélni őket, dicsőséges dolog elítélni a bűneiket az embereknek, és rábizonyítani a bűnösök. Van egy ismerősöm, nem mondom, hogy barátom, egy zsidó ember, ügyvéd, debreceni zsidó. Van két gyereke, két fia. Az egyik fia, fiatalabbik, az én lányommal egy évfolyamra járt az egyetemre, ugyanabban az évfolyamban, évjáratban, de ő Debrecenben járt. A másik fia két évvel idősebb. Az egyik fia ügyvéd lett. A másik fia ügyész lett. Az ügyész az, aki kimondja, hogy te bűnös vagy. Vádló. És rád a vádló, köszönöm. Hát ennek volt valami kapcsolatod, ne? Kijavítottál. Így van, igazad van. Az ügyész a vádló. Az ügyész azt akarja bebizonyítani, hogy te bűnös vagy, és kér rád életfogytiglant. Életfogytiglant kér rád. Mert a bűnöd olyan, hogy te megérdemled a halált, vagyis életed végéig börtönben legyél. Most direkt kisarkítom. Erre jön az ügyvéd, és azt mondja,
Ez csak két év. Egyezzünk meg. És akkor az ügyész, meg az ügyvéd elmennek és egyezkednek. Hogy van az? Egy családban. Az egyik fiú ügyvéd, a másik ügyész. Hát majd elmegy a Ferike meg a Józsika, és egyezkednek ugyanabban az ügyben. Ez csak egy kicsi poénnak számít. Viccnek. Mit mond az írás? Ha dicsőséges dolog a törvényt szolgálni, vagyis rábizonyítani az emberekre a bűneiket, és elítélni őket, akkor sokkal dicsőségesebb szolgálat az, amely Isten számára elfogadhatóvá teszi az embereket. Tehát az a szolgálat, ha te elmész, és valakinek addig beszélsz, amíg ő maga megismeri, és azt mondja, hogy vétkeztem, és elhagyom a bűneimet, ez a legdicsőségesebb szolgálat. Mert ezzel behívta Jézust az életébe, elfogadta Jézus Krisztus megváltását, és ezzel megszabadult a vádlónak a karmai közül. A vádlót hogy hívjuk már szóval? Hangosan mondja valaki. Sátán. A vádló a sátán. Az ügyész a sátán. A védőt, az ügyvédet hogy hívjuk? Szent Szellem. Szent Szellem. Egy Istennek a teremtménye, az egyiknek a fia, a másiknak a teremtménye. Ugyanannak az Istennek. Ugye milyen érdekes? A Szent Szellem, ami védőnk, Paraklétosz, ami vádlónk, a sátán, az ügyész, mind Istentől származik. Miért? Mert Isten igazságos, és nem közelíthet semmi bűn. De ez valami fantasztikus dolog. Ha megnézzük, azt mondja az írás. Mivel, 12. vers, mivel mi ebben a nagyobb dicsőségben reménykedünk, teljesen, nyíltan és félelem nélkül szólunk. Nem úgy viselkedünk, mint Mózes, aki eltakarta az arcát, hogy Izrael fiai ne láthassák rajta ragyogó dicsőséget, se azt, amikor ez a dicsőség elhalványul és végleg eltűnik. De Izrael népének gondolkodása valóban elsötétült és megmerevedett, mind a mai napig. Amikor csak olvassák az ószövetségi írásokat, befedi a szívüket ez a takaró. És nem is tűnik el onnan csak akkor, ha az Úrhoz fordulnak. Igen, mindmáig, amikor csak Mózes törvényét olvassák, ez a takaró borul az értelmükre. Amikor azonban az Úrhoz fordulnak, ez a takaró eltűnik, mivel az Úr a szellem, ahol pedig az Úr szelleme, ott a szabadság. Mi azonban mindannyian fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét. Eközben pedig az Úr szelleme által fokozatosan átváltozunk, egyre jobban hasonlítunk ő hozzá, és dicsőségről dicsőségre jutunk. Ez profécia. Ezt egy zsidó ember írta le. Zsidó ember kapta Istentől. De valami titok van benne. A proféta, ha nem mondja meg a megoldást, akkor hamis proféta. Mit mond az írás? Eljön egy nap, amikor ez a takaró elvétetik a zsidó emberek szeméről, és meglátják, hogy a názáreti Jézus a Mesiás. Az édesapám egyszer talán összeakadt egy zsidó rabival, egy debreceni zsidó rabival, akkor ő volt a fő rabbi Debrecenben, ő megkatona volt. És harcos volt a papa, és neki esett a rabbinak, hogy ideje lenne elfogadni Jézus, stb. Mondta neki. Mondta magáért. Mondta, hogy ideje megtérni, ideje elfogadni. És azt mondta a rabbi neki. Kedves Gulyás úr, ha mi
Jézust elfogadnánk Mesiásnak, magunknak már az jaj lenne. Ugye milyen bölcs volt? Hogy szerelte le az apámat? Ha mi elfogadnánk, hogy Jézus a Mesiás, az már magának jaj lenne. Mit mondott ezzel a rabbi? Azt mondta, hogy tudom, hogy ő a Mesiás, de még nem jött el az ideje. Negyedik világkongresszus. Nem tudom, mit fognak dönteni a zsidó értelmiség. De adja Isten, hogy az ő akarata és végzése szerint tanácskozzanak és döntsenek. Nekünk pedig adja az Úr, hogy az Úr Jézus dicsősége ott legyen az arcotokon. Meg akkor is, ha haragusztok, akkor is, ha nem tetszik valami, akkor is, ha veszekedsz valakivel, akkor is, ha rossz hírt kaptál, ha megint megérkeztek a sárga csekkek, akkor is, hogyha nincs épp munkahelyed vagy munkahelyed, soha nem akarom sorolni tudom. Ne feledd el. És hadd tegyem az egyik legkedvesebb igémet a szívetekre, ötödik résznek az ötödik verse. Ő adta nekünk előlegbe a Szent Szellemet, aki annak a biztosítéka, hogy mindazt, amit Isten megígért, valóban meg is fogjuk kapni. Mit ígért nekünk Jézus? Az örök életet. Mit ígért nekünk Jézus? Szent Szellemet. Szent Szellem, eljön reátok és megtanít mindent. Mit ígért nekünk Jézus? Ha az én nevemben kiáltottok hozzá, én meghallgatom. 116. Zsoltár. Ha kiáltottok hozzám, én odafordítom az én fülemet, és meghallgatom. És mi mit fogunk mondani? Szeretlek, Uram. Szeretlek, Uram. Teljes szívemből szeretlek, Uram. Mert amikor kiáltottam, te odafordítottad az arcodat, a füledet, és meghallgattál engem. Ezt az üzenetet szívemből adtam át nektek, betöltötte az én szívemet, az én bensőmet. Nagyon hálás voltam Istennek azért vagyok, hogy a zsidó nép Magyarországot választotta a világkongresszusra. Legyen ez áldás nemzetünknek, népünknek. Legyen ez szétválasztás, hogy az igazat szétválassza a hamistól. Hogy nyilvánvalóvá legyen, aminek nyilvánvalóvá kell lenni. Az antiszemita lepleződjön le. Az igaz legyen még igazabb. A hamis legyen még hamisabb. Hogy az ítélet jogos legyen. De ne felejtsétek el, ha a törvénynek tisztelete és szolgálata dicsőséget szerez, akkor mennyivel inkább dicsőséget szerez az örökkévaló Isten szolgálat. És ha bárkinek, a kicsi 5-6 éves Ricsinek elmondod neki, hogy Jézusnak a seb a lábán, a szegnek a helye, azért van ott, a mai napig, még egyszer mondom, a mai napig ott van, hogy majd lássuk, hogy ő volt a kereszten. Amikor feltámadsz, amikor találkozol vele, akkor megnézheted a szegek helyét. Itt, meg a lábában, meg az oldalában. Mert azt mondja az ige, gyere ide Tamás, nézd csak meg a kezemet, a lábamat. Legyen áldott ezért Istennek. És töltse be a ti szíveteket az a békesség, amely Pálnak a szívét betöltötte, amikor ezeket a szavakat leírta. Ez csak békességgel lehet leírni. És soha ne legyen benne zúgolódás, amikor látod azt, hogy zsidó emberek a pénzt imádják. Amikor látod azt, hogy milyen dolgokat hoznak, vagy látod azt, hogy milyen dolgok történnek körülötted, ne hibáztass senkit, hanem fordulj az Úrhoz. És mondd, Uram, köszönöm, hogy te velem vagy. Én a te néped vagyok. A nevedről neveztetem. És én Isten gyermeke vagyok.
és küldj angyalt, aki vigyázzon reám, hogy az üdvösségemet véghez tudja vinni. Legyetek áldottak. Amen. Amen.